Hamarosan beköszönt a nyár, amikor is aki megteheti, elindul nyaralni, akár a családjával, akár a barátaival. Talán már nálatok is megvannak a tervek, hogy hova mentek kikapcsolódni pár hétre, de abban biztos vagyok, hogy a most következő helyszínek egyike sem szerepel köztük. 14 olyan különleges szállodát, hotelt vagy fogadót láthattok most, amelyekre jócskán igaz az extrém szó. Viszont, ahogyan megszokhattátok a sorozattól, a 14 szálloda közül az egyik nem valódi, és természetesen ismét a te dolgod megtippelni, hogy vajon melyik az. Mielőtt azonban rátérnénk a lényegre, lássuk, hogy az előző valóság vagy kamu részben melyik hitelesnek mondott szellemfotó volt csupán csak egy szerkesztett kép. Nos, azt tippelt jól, aki a lány a tűzben képre gondolt, hiszen a kép eredetién egyáltalán nem látható a kislány, csupán egy régi képeslapról montírozták oda, ahogyan ez látható. Most pedig vágjunk bele, és lássuk azokat az extrém szállodákat. A Das Park Hotel. A németországi Bottropban, a Berne Park területén valódi betoncső darabokat szórtak szét, amelyek összessége képezi a Das Park Hotelt. A nem éppen szokványos hotel kiagyalója az osztrák művész Andreas Strauss. Azok a vendégek, akik nem félnek a bezártságtól, a 3 méter hosszú és majdnem 2,5 méter széles átmérőjű betoncsövekben megfelelően elszállásolhatják magukat. A cső tetején egy kerek ablak van, a hátsó falat pedig festmények díszítik. Bár a csövek belsejében mindössze egy ágynak és kevéske csomagnak jut csak hely, legalább van áram, illetve apró rekeszek, amelyekben takarók és hálózsákok lapulnak. A tisztálkodásra alkalmas helységek, illetve egy reggeliző szoba pár méterrel arrébb kaptak helyet. A szobákat májustól októberig lehet kibérelni, hiszen télen a fűtés hiánya miatt amúgy sem lenne rájuk kereslet. És csak most jön a lényeg. A szobáknak nincsen szabottáruk, mindenki annyit fizet értük egy éjszakára, amennyit akar. A Baumhaus Hotel. Sokan emlékezhetünk még gyerekkori álmunkra, arra, hogy egy fa tetején legyen egy kis kuckónk, ahol elbújhatunk a szigorú szülők elől, és ördögi terveket forraljunk barátainkkal a szomszédok ellen. Nos, annak, aki ilyen élményre vágyik, nincs más dolga, mint ellátogatni a németországi Solingban található Baumhaus Hotelbe. Ezek a kis faházak a fák koronáján pihennek, körülbelül 4-7 méter magasságban. A hotel legtöbb háza kétszemélyes, de vannak 4 és 6 személyesek is. Az egyes épületeket vékony kis függőhíd köti össze. A komfort érzet itt is megvan, hiszen minden ház saját WC-vel rendelkezik, az ágyakból pedig pompás kilátás nyílik az erdőre, reggelente pedig kellemes madár csicsergés ébreszti a vendégeket, akik egy nagy teraszon, szintén lombmagasságban fogyaszthatják el a reggeliüket. A Dog Bar Park Inn. Kutyamániás vagy? Ha igen, el tudnád képzelni, hogy egy kutyában töltesz el egy estét? Ha erre is igen a válasz, akkor ajánlom figyelmetbe az Egyesült Államok beli Idaho-ban található Dog Bark Park fogadót, amely tulajdonképpen nem más, mint egy hatalmas trójai fakutya. Sok információt sajnos nem találtam róla a neten, annyi azonban bizonyos, hogy a Bigfoot formázó hotel látványosság 2003-ban nyitotta meg kapuit, vagy mondhatnánk úgy is, hogy száját, 9 méter magas és 2 hálószobát tartalmaz, plusz egy erkélyt. A Mini Hotel Gurkenfass. A Németország keleti részén fekvő Spreewaldnak legalább annyira a márka jele az uborka, mint nekünk a paprika. Egy lübbenaui házas pár Birgit és Mihály Hansik gondolt egyet, és néhány nagyobb uborkás hordóból alakították ki a Mini Hotel Gurkenfass nevű szálláshelyet. Minden hordó tulajdonképpen egy-egy szoba, amely egyenként kétszemélyes. Berendezési tárgyakban természetesen nem bővelkednek a hordószobák, mégis elfér bennük egy 2x1,40 méteres dupla ágy, egy kis asztalka, ráadásul még marad egy kevés hely a vendégek csomagjainak is. A hordók belseje egyébként a szaunákéra emlékeztet attól eltekintve, hogy itt nincsen hőség, talán csak a forró nyári napokon. A 4 ablak gondoskodik a megfelelő fényről, illetve a szellőzésről, ha pedig esik az eső, állítólag külön élmény, ahogy a hordók tetején pattognak az esőcseppek. A Hotel Village.
A Hotel Village szálloda korábban Hamburg legelőkelőbb bordélyházaként működött, szóval funkcióját tekintve akkor is vendégeket fogadott, még ha nem is éppen abból a célból, mint mostanság. Míg régen a férfi vendégek titokban surrantak csak be az épületbe, addig manapság már nem szégyen betérni és megszállni egy-két éjszakára, persze csak ha a kedves vendég meg tudja fizetni. A berendezést tekintve szándékosan meghagyták az eredeti stílust, így rengeteg plüss, bársony tapéta, forgatható tükrök, baldahinos ágyak és persze sejtelmesen pislákoló lámpácskák várják a vendégeket. Így, bár valóban egy bordélyházra emlékeztet a látvány, mégiscsak egy előkelő szállodáról van szó. A Bubble Tree Hotel. Ha nem vagy túl szégyenlős, akkor biztosan szívesen eltöltenél egy-két éjszakát a francia országban található Bubble Tree Hotelben, amely tulajdonképpen nem is hotel, hanem 8 különböző helyszínen, csodálatos természetbeli közegben elhelyezett buborék szobák, amelyek különböző méretűek. Mivel a buborékokon mindenhol kilátni, a vendégek tulajdonképpen a természetben érezhetik magukat úgy, hogy közben nem kell tartaniuk a szúnyogoktól vagy a vadállatoktól, ráadásul éjszaka a ragyogó csillagok is pazarlátványt nyújtanak. A buborékok egyébként antiallergének, illetve kiszűrik a káros UV-sugárzást is. A Hotel in Alps. Ez az Alpokban található szálloda úgy néz ki, mintha egy csodálatos hegyi kristály ékelődött volna bele a fenséges sziklákba. A hotelt a Dubajban élő ukrán építész Henri Roszkó álmodta meg, aki minimalista stílusúra tervezte az épületet. A bejárattal szemben egy helikopterleszállóhely van, amely úgy van tervezve, hogy lentről nézve beleolvad a hegy formájába. Az Alcatraz Börtön Hotel. Ki ne akarna büntetlenül eltölteni egy-két éjszakát egy börtönben? Az Alcatraz Börtön Hotel a németországi Kaiserslauternban található egy olyan épületben, amely garantáltan szökés biztos, nem mintha bárki is szabadulni akarna innen, bár tény, hogy az apró helységek nem éppen a klausztrofóbiás vendégeknek valók. Az ablakokon lévő rácsok egyébként a hotel szerves részei, hiszen a 100 éves épület korábban valóban börtönként szolgált, és csak 2008 óta működik szállodaként. A cellák ajtajain még mindig az eredeti számozás olvasható, viszont ami hatalmas változás az eredeti börtönhöz képest az az, hogy a vendégeknek elérhető a wifi, amely talán csak kissé rontja az összképet. A börtön egykori étkezőjében ma egy hangulatos étterem üzemel, ahol a felszolgált ételek minősége már közel sem emlékeztet az egykori börtönkosztra. A Georgian House Hotel. A londoni Georgian House Hotel 1851-ben épült, de csak 1987-től üzemel szállodaként, és a Harry Potter rajongók álma olyannyira, hogy a hotel saját magát is az úgy alhatsz, mint Harry Potter szöveggel hirdeti. Az itt található szobák berendezése valóban olyan, mintha egy ódon kőfalas, üvegablakos kastélyban járnánk. Némely szobához még néhány kisebb, úgynevezett varázskamra is tartozik, melyek titkos bejáratai könyves polcok mögött vannak elrejtve. E titkos szobákat régi festményekkel díszített, gyertyákkal sejtelmesen megvilágított, misztikus hangulatú folyosón lehet megközelíteni. A szálloda természetesen 5 csillagos, így egy éjszaka ára sem az átlag emberek számára megfizethető. Hiába a Harry Potter élménynek borsos ára van. Az Ice Hotel. A svédországi Jukesjärviban található jéghotel úgy néz ki, mint egy XXL méretű iglu, amely minden évben csak pár hónapig üzemel, majd a következő évben Rob Harding jégfaragó művész jóvoltából ismét megújul. A jégpalota szobrokkal, sok fantáziával készül, fűtés pedig értelemszerűen nincsen benne. Minden vendég rénszarvasbundát és vastag hálózsákot kap, hogy fel tudjon melegedni. A hotelhez tartozik egy bár is, ahol a vendégek jégből készült poharakban kapják az On the Rocks nevű koktélt. Szinte hihetetlen, de a hotelben található egy színház és egy templom is, a jégfalakon beszűrődő fény pedig a kék minden árnyalatával árasztja el a helyiségeket. A Jumbo Stay Hotel.
Ha utaztál már repülőgépen és az út hosszú volt, akkor talán szundítottál vagy aludtál már rajta pár órácskát, de azt csak kevesen mondhatják el, hogy egy valódi repülőgép szállodában szálltak meg. Svédországban a stockholmi Arlanda repülőtér bejáratánál áll egy 1976-ban gyártott, mára már kiszuperált Boeing 747-212B utasszállító repülőgép, amely ahelyett, hogy a roncstelepen végezte volna, végül előkelő szállodává avanzsált Oscar Dieusnek köszönhetően, aki a szálloda tulajdonosa. A Jumbo Stay Hotel 2009. januárjában fogadta első vendégeit, akik összesen 33 modern belső építészeti dekorációval ellátott szoba közül választhatnak, amelyekben összesen 76 ágy található. Ezek közül a legkényelmesebb, na és persze a legdrágább a pilóta fülkében található szoba. A fedélzeten van egy bár is, ahol reggelit, kávét, szendvicseket, édességeket, üdítőket és persze meleg ételeket lehet fogyasztani. A Krimi Hotel. A németországi Hillesheim városka egyik nevezetessége a bűnügyi történetek rajongóinak álma, a Krimi Hotel, amely arról nevezetes, hogy a kedves vendég szobatársa egy-egy híres detektív, mint például Miss Marple, James Bond, Derek, Magré vagy maga Sherlock Holmes. Na jó, azért nem teljesen szobatársakról van szó, csupán a detektívek életnagyságú képeiről, amelyek a megfelelő téma szobákban lógnak a falon az ágy fölött. A James Bond szobában például megtalálható még egy aranyozott hölgyemény is, aki a harmadik James Bond filmre, a Goldfingerre utal. De persze nem csak detektívekről elnevezett szobák vannak itt, hanem két híres krimiről elnevezett szoba is. Az egyik a Gyilkosság az Orient Expressen című Agatha Christie regényről kapta a nevét, a másik névadója pedig szintén egy Agatha Christie regény, a Halál a Níluson. A krimi rajongó vendégeket plusz szolgáltatásként a kellemes teázgatások, illetve a közös felolvasások mellett a könyvtár szobában 27 ezer kötetnyi krimi is várja. A Gamirasu Cave Hotel. Törökországban mindig is divat volt barlangokban lakni, és talán épp ezen ötlettől vezérelve nyitották meg 1999-ben Törökországban, Kappadókiában ezt a barlanghotelt 35 szobával. A barlangok, üregek eredetileg egy kolostorhoz tartoztak, ahogyan a konyha és az étkező is azokból az időkből származik. Bár annak idején a régi szerzetesek még gyertyafény mellett meditáltak egykori barlang lakásuk mélyén, ma már azért a berendezés korán sem olyan puritán, már a falakat szándékosan nem pucolták meg, kizárólag azért, hogy megmaradjon az eredeti hangulat. Minden barlangszobához tartozik egy csodaszép kert is, ráadásul a vendégek bármikor meglátogathatják az uszodát is. Talán hihetetlen, de az egyszerűségéhez képest ez bizony egy 5 csillagos szálloda. A Kastanus Hotel. Ha minden vágyad megszállni egy hatalmas méretű végbélben, akkor ez lesz a neked való hotel. A sokat sejtető nevű Kastanus Hotel Belgiumban található, azon belül is Stekenben. Külsőre pontosan úgy néz ki, mint egy emberi vastag bél, a végén egy ánusszal, csak hogy még hitelesebb legyen a látvány. Ezt a furcsa hotelt a Joop van Lieshout nevű művész tervezte, de a tulajdonosa a belga Verbeke alapítvány. Amilyen furcsa látvány kívülről, olyan meggyőző belülről. Aki eltölt itt egy éjszakát, másnap finom reggelit kap, talán jutalmul. Egyébként a szállóban megtalálható minden, ami a kényelmet garantálja. Zuhanyzó, ágy, WC, fűtés és pár ablak is, amely biztosítja a fényt, hogy úgy mondjam, az alagút végén. Ennyi lett volna a szállodák listája a teljesség igénye nélkül. Ne feledd a te dolgot kitalálni, hogy melyik szálloda nem létezik a valóságban, és azt, hogy mire tippelsz, írd le a komment szekcióba, ha pedig nem akarsz tippelgetni, akkor csak írd le, hogy mely hotelben töltenél el mindenképpen egy hétvégét. Ne felejts el feliratkozni és rákattintani a csengőre, hiszen csak ekkor kapsz értesítéseket az újabb videóimról. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket, sziasztok!